Az utolsó fordulót játsszák szombaton a férfi kosárlabda NB1B piros csoportjában. A Nyíregyháza a Blue Sharks a harmadik helyen áll azonos mutatóval a negyedik helyezett tehetséges fiatalokkal. Így a cápáknak mindenképpen nyerniük kell ahhoz, hogy biztosan a jelenlegi pozíciójukból kezdjék a rájátszást. Nem lesz azonban könnyű dolga Siska János együttesének, mivel a jelenleg ötödik vasas mindössze két győzelemmel gyűjtött kevesebbet a nyíregyháziaknál. A fiatalokat felvonultató fővárosi együttes az év elején hazai pályán 9 ponttal jobbnak bizonyult a Blue Sharksnál, így a visszavágás vágya is fűti Nagy Krisztiánékat. Nagyon izgatottak vagyunk a mérkőzés miatt, hiszen mindenképpen szeretnénk a harmadik helyen zárni. Ez ugye a mi kezünkben van a sorsunk, hiszen hogyha nyerünk, akkor nem számít a másik mérkőzésnek, a TFP-snek az eredménye. Ha véletlenül úgy alakulna, hogy a vasas győz és a TF ugye elveszíti a másik mérkőzést, akkor harmadikok maradunk. De mi erre abszolút nem szeretnénk alapozni, csak saját magunkra koncentrálunk. És nyilván fájó volt a januári vereség, úgyhogy szeretnénk bebizonyítani, hogy meg tudjuk verni ezt a vasast, illetve alakulhat úgy, hogy a rájátszásba velük kerülünk össze. Szóval már most szeretnénk megmutatni, hogy erős csapat vagyunk itthon, és a négy közé a jutás cél. A fővárosi együttes több meglepő győzelmet is aratott ebben az esztendőben, a vasas többek között nyerni tudott a listavezető Oroszlány otthonában is. Nagyon nehéz a vasas ellen készülni, hiszen ha úgy mondhatom, szervezetlen kosárlabdát játszanak bármikor, bárki belebonthat az éppen adott játékba, és erre ugye nehéz készülni, mint a figurális játékokra, de mindent megtettünk a héten, hogy megtaláljuk ennek a stílusnak az ellenszerét, van aki plusz munkával, van aki pedig glamour napi fotózással, de viccet félretéve készülünk rájuk. A Nyíregyháza Blue Sharks Vasas Akadémia mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Continental Arénában. A forduló további párosítása a következő: Győr Veszprém, Budapesti Honvéd Bonyhád, Miskolc Békés, Oroszlány MTK Török Bálint, tehetséges fiatalok PVSK és Vásárhelyi Kosár Suli Nagykőrös.